újfajta eljárás. Végrehajtották a megye első vállízületi protézis beültetését a József András Oktatókórházban. 300 milliós beruházás, teljes burkolatcsere, új szaktantermek a nyírbátori Bethlen középiskolában. Magyar tudományünnepe, az innováción és a kutatásfejlesztésen volt a fő hangsúly a Nyíregyházi Egyetem ünnepi konferenciáján. Végrehajtották a megye első vállprotézis beültetését a József András Oktatókórházban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A műtéti eljárásnak köszönhetően traumából eredő és degeneratív betegségek is gyógyíthatók lesznek, valamint megszüntethető a betegek krónikus fájdalma is. A József András Oktatókórház traumatológiáján közel 60-an dolgoznak, orvosok, szakdolgozók, ápolók és betegszállítók közösen, akik egy év alatt szinte a város lakosság számának megjegyező esettel találkoznak. Ezt Szondi Zita orvosigazgató mondta el a megye első vállprotézis műtét előtti sajtótájékoztatón. A traumatológiai osztályunk a Szabolcs-Szatmár megyei kórházak és egyetemi oktatókórház magas progresszivitási szinten működő megyei traumatológiai ellátást biztosító osztálya. Az osztályunkon több mint 4000 fekvő beteget látunk el évente. Ez ettől több műtétet jelent, hiszen egy betegnél akár több beavatkozás is történik. És a traumatológiai ambulanciánkon, ami 0-24 órában fogadja a sérülteket, közel 80 ezer beteg fordul meg egy évben. A sajtótájékoztatón bemutatták azt az eljárást, amely a megyében elsőként egyedülálló módon lesz képes a vállízület súlyos, krónikus fájdalommal járó betegségeinek kezelésére protézis beültetésével. Szabolcs-Szatmár megyében ez lesz az első vállízületi protézis beültetése, amit a mai napon tervezünk. A vállprotézis, mint a fősor is elmondta korábban, lehet alkalmazni egyrészt krónikus degeneratív megbetegedések kezelésére, valamint poszttraumás állapotok javítására. Jelen esetben egy poszttrauma után kialakuló súlyos vállízületi fájdalmat, mozgásbeszűkülést fogunk kezelni ezzel a típusú protézissel. A műtéthez Urbán Ferenc, a Debreceni Kenézi Gyula Kórház traumatológiai és késsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa asszisztált. A József András Oktatókórház főigazgatója elmondta, kiemelten fontos, hogy az intézmény jó kapcsolatot ápoljon más kórházakkal, és megosszák egymás közt a megszerzett tudást. Itt most a Debreceni Kórház és Debreceni Egyetemmel tulajdonképpen nagyon jó kapcsolatot alakított ki a kórház. Szeretnénk ezt tovább mélyíteni, és ez ennek a egyik ilyen, hogy mondjam, hát megnyilvánulási formája az, hogy a vállprotézist, amit már Debrecenben természetesen nagyon sokat csinálnak és végeztek, ott a mi kollégáinknak lehetősége nyúlt arra, hogy megtanulják, és most mintegy az első asszisztenciát elvégzésével egy Nyíregyházán is, illetve a megyébe meg fog történni az első vállízületi protézis, ami egy nagyon nagy dolog, hisz nagyon sok betegnek fogunk segíteni. A Dorján Gusztáv hozzátette, fontos, hogy az újításokat és az új eljárásokat minél nagyobb számban elsajátítsák a kórház dolgozói, amelyhez az intézmény vezetői és a menedzsment is minden lehetőséget biztosít. Új táncterem, rendészeti és szakma bemutató terem is helyet kapott a megújult nyírbátori Bethlen Gábor középiskolában. A teljes burkolat cserét is magában foglaló, mintegy 300 millió forintos beruházást újabb fejlesztések követhetik. Nyílás záró cserére és további épületenergetikai felújításra is sor kerülhet a jövőben. Gépésztechnikus, asztalos, vállalkozási ügyviteli ügyintéző. Csak három szakma azok közül, amelyekre a nyírbátori Bethlen Gábor középiskolában képzik a fiatalokat. Az oktatás szakgimnáziumi, szakképzőiskola és technikumi formában zajlik az intézményben. Mindez most már modernebb körülmények között. Az elmúlt másfél évben ugyanis jelentős felújításon esett át az iskola épülete. Saját erős beruházásként mindenhol kicserélték a 40 éves burkolatot, valamint felújították a tornacsarnokot. A beszerzést és kivitelezést túlnyomóan házon belül oldották meg. Az alapanyagokat, az eszközöket, a ragasztót, a csempét, azt a centrum saját forrásból mi vásároltuk meg, és az itteni tanulók, a burkolók, a festők, a kőművesek pedig a szakoktatók vezetésével a szakipari munkát végezték el. Külső vállalkozó szinte minimális részben tudtunk használni, ott, ahol garanciális feltételek is vannak. Úgyhogy ez valóban egy saját erős, a saját tanulókkal megvalósuló beruházásra. Fiatal lányok mozognak az új tükrös táncteremben. Egy használaton kívüli lomos helyiségből alakították ki.
Egy másik szaktanterem a rendészeti szakképzés feltételeinek javításához járulhat hozzá. Ennek megvalósításához a megyei rendőrfőkapitányságtól kaptak segítséget, eszközök és szakmai anyagok formájában. A harmadik ilyen új egység egy pályaorientációs szakmabemutató terem robotokkal és más látványos felszereléssel. Nagy Kálló és Nyír Bátor iskolái itt ezen a helyen tudnak majd azok a gyerekek ide járnak az új szakmákkal, itt az új technológiákkal megismerkedni. Nagy Kálló és Máté szakatávolság egy kicsit soknak tűnt, ezért úgy gondoltuk, hogy vigyük helybe a rendszert, és már itt 20 km távolságban sokkal könnyebben megközelíthető, és a két iskola együttműködésében ez működni is fog. Tehát három szaktanteremmel bővültünk, amely reményem szerint salogató lesz a beiskolázás szempontjából. A kancellár hozzátette, a felújítás óta a tanulók sokkal fegyelmezettebbek, értékelik, vigyáznak az új dolgokra. A beruházás közel 300 millió forintból valósult meg, de a fejlesztések itt nem állnak meg. Terben van az épület energetikai felújítás folytatása, továbbá a teljes nyílászáró csere, amellyel jelentős energiát tudnának megtakarítani. A felsőoktatási intézmények innovatív, értékteremtő és gazdaságélénkítő munkája került a középpontba azon a tudományos konferencián, amelyet a Magyar Tudományünnepe kapcsán tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. Az eseményen a tudományért, művészetért díjakat is átadták. Hivatalosan 16 éve ünneplik meg a Magyar Tudományünnepét a felsőoktatási intézmények, amelyen egyúttal Széchenyi István emléke előtt is adóznak, aki 1825-ben egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására. A Nyíregyházi Egyetem idén az értékteremtő tudomány szlogennel tartotta meg az ünneppel kapcsolatos konferenciáját. A Nyíregyházi Egyetem minden évben csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia indított el nagyon sok évvel ezelőtt, amely a Magyar Tudomány ünnepét méltatja. Intézményünkben ma kerül erre sor. A motto az egy központi motto, minden évben a tudomány köré épül ez a motto, idén az értékteremtő tudomány motto lett a választott motto, és mi szerint próbáltuk meg az előadásainkat is összeválogatni. Így a plenáris előadásra felkértük Sebők Katalin elnök helyettes asszonyt a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivataltól. Sebők Katalin úgy fogalmazott, az innovációnak és a kutatásfejlesztésnek manapság az egyetemek legfőbb jövőképévé kell válniuk, hiszen az újítás feltétele az ország gazdasági teljesítőképessége javulásának. Fő fókuszunk az innováció, és ugye az innováció az élet minden területén ott van. A gazdaságfejlesztésnek egy fő motorja, a fejlődésnek az, hogy hogyan teremtsünk nagyobb hozzáadott értéket, hogyan jussunk ezáltal nagyobb piaci részesedéshez, vállalati oldalról, több bevételhez, illetve magasabb hozzáadott értékű munkához, termékekhez. Az elnök helyettes ugyanakkor hozzátette, a kis- és középvállalkozások még mindig nem elég fogékonyak a felsőoktatási intézmények innovatív tudására, így ebben szükség van az előrelépésre. Az egyetemeknek központi szerepet szánunk, hogy az egyetemeken található egy jelentős tudásvagyon, gondolva itt akár a humántőkére, vagy az infrastruktúrális kapacitásokra, mely azt látjuk, hogy jelenleg még nem megfelelően van kihasználva. Maguk a KKV-k nem férnek hozzá kellőképpen, ezért szeretnénk olyan fórumokat létrehozni, ahol a KKV könnyedén hozzájut az egyetem által biztosított tudáshoz. Az ünnepi konferencián többen részesülhettek a tudományért, művészetért elismerésben. Ebben az évben a Nyíregyházi Egyetem három oktató díjazott. Szenior kategóriában Karádi Zsolt irodalmi, Kovács Zoltán matematikai kutató munkájáért vehetett el díjat, junior kategóriában pedig Nagy Tímea fogadhatta az intézmény rektorának gratulációját. Újabb díjat nyert a Sóstói Pangea Ökocentrum és Szálloda. A három kategóriában meghirdetett magyar ingatlanfejlesztési nívódíj pályázaton egyedüli vidéki hotelként nyerte el a legrangosabb elismerést. Jövőre ennek a pályázatnak a folytatásaként nemzetközi szinten is megméretteti magát a szálloda. A Hotel Pangea a Nyíregyházi Állatpark területén egy 30 hektáros erdő szélén fekszik, közvetlen összeköttetéssel az állatparkkal.
A szálloda ökocentrumként is funkcionál, a 38 szobája pedig mind egy-egy állatról szól. Kovács Ferenc polgármester a díj bemutatását követően arról beszélt, hogy a különleges helyen létrehozott különleges szálloda méltán nyerte el a díjat. Ez egy nagyon nagy elismerés a hotelnek, és mindazoknak, akik ezt létrehozták, a tervezőnek, a kivitelezőnek, a polgármesteri hivatalból kialakított projektmenedzsmentnek, én azt gondolom egész Nyíregyházának. Ilyen elismerést még soha nem kaptunk, hogy a szálloda kategóriában egész országban folyt a verseny, első díjat nyert a Pangea Hotel, és én azt gondolom, hogy ez visszaigazolja azt, amit gondoltunk. Hát 2015-ben született meg az ötlet, aztán megvettük a telket, mert az se volt a városi, és utána a források megszerzése után indult a tervezés, ami szintén egy csapatmunka volt. A hotelt a Nyíregyházi Állatpark üzemelteti, közel 30 fővel vesznek részt a napi feladatok ellátásában. Az állatpark igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a díjat a szálloda létrehozásában és az üzemeltetésében dolgozók közös elismerésként kapták. Fontos volt, hogy jó embereket találjunk, és megtaláltuk a jó embereket, és fontos volt, hogy aztán ezeket az embereket csapattá kovácsoljuk. Én úgy gondolom, ez megtörtént, itt mindenki jól érzi magát, és hát az eredmények ezt jelzik, mert hogy a vendég is elégedett, és akkor remélem, hogy levonhatjuk azt a következtetést, hogy a dolgozók jól dolgoznak. Az igazgató az első üzleti év eredményei között kiemelte, hogy a hotel kimagaslónak számító 65%-os kihasználtsággal működött az első évben, a jövő tavaszi időszakra pedig már most teltházas a szobák előjegyzése. Valamivel több mint 2,6 millió forintot gyűjtött össze a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége a Szabolcs és Szolnok megyei vihar és árvízkárosultak számára. A három hónapos gyűjtésben több civil szervezet is segítette a szövetség munkáját, akik a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványon keresztül juttatják majd el a pénzösszeget. A megyében a június végi vihar 2400 lakóházat, 70 önkormányzati ingatlant és több mint 50 egyházi épületet is megrongált. A június 27-i vihar súlyos károkat okozott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Rengeteg épületben keletkezett anyagi kár, de a természetet sem kímélte az ítéletidő. A pusztadobosi park például így nézett ki a vihar utáni napon, szinte felismerhetetlenné vált a település egykori központja. Az 5 hektáros parkban több 10 és 100 éves fákat csavart ki a vihar, valamint a jármi kúria híres rózsáit is tönkretette az időjárás. Korábban nem nagyon tapasztaltuk azt, hogy ilyen erejű vihar csapjon le a megyére, és ilyen nagy kiterjedésű. Nagyon sok települést és sok embert érintett, közel 2500 lakóház volt, ami megrongálódott. Az önkormányzat ingatlanok száma meghaladta a 70-et, és az egyház ingatlanok száma is több volt, mint 50, amiben komoly kár történt. Ugyanakkor példaértékű volt az összefogás, ami megvalósult. Civil szervezetek, mentőszervezetek szerte a Kárpát-medencéből érkeztek, akkor is segítséget nyújtottak az azonnali kár elhárításban. Pusztadobos felé haladva a 41-es számú főút mellett hatalmas fákat csavart ki a vihar, de Kisvárda és térségét sem kímélte az időjárás. A megyei szintű kár becslések szerint több 100 millió forintos volt, ezért is kezdett adománygyűjtésbe a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége. Egy sorozatot álmodtunk mi meg ebből, és ez egy majdnem 3 hónapig tartó adománygyűjtés volt. Nem csak magyar lakta területekre jutottunk el, hanem határon túlra is, és ezt én azért tartom nagyon fontosnak, mert mint a Kárpát-medencei Ernyőszervezet elnöke, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke, be tudtam vonni olyan határon túli szervezeteket is, akik lehet, hogy nem is hallottak erről a viharkáról, és innentől kezdve érzékenyen figyelték, hogy mi történik. Így felvidékről is voltak fellépőink, adományozóink, voltak Erdélyből, sőt Kézdivásárhelyről, az egyik tagszervezetünk egészen Kézdivásárhelyből jött el, és segítettek nekünk az adománygyűjtésben. A végeredmény pedig több mint 2 millió 600 ezer forint. A Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány már a vihar utáni másnap meghirdetett egy gyűjtést. Ehhez csatlakozott az Érdekszövetség is. Így az összegyűjtött összeget a szervezeten keresztül jutatják el a viharkárosultakhoz. A gyűjtést időközben kibővítették, már nem csak a szabolcsi vihar, hanem a heves megyei árvízkárosultaknak is várták az adományokat. A református szeretett szolgálat munkatársai rögtön ruhákkal és élelmiszerekkel segítették a károsultakat nyáron.
Ennyi civil szervezet összefogásából sikerült már augusztus elején adományokat átadni, hogy akkor püspök úrral voltunk Ilken, abban a templomban, ami szintén kárt szenvedett a vihar alkalmával, a templomnak a tetejéről a csillag esett le. Reménység szerint azt azóta már visszahelyezték, helyreállították, és akkor átadott a Tiszántó Egyházkerület gyors segélyként 2 millió forintot, és a Magyar Református Szeretett Szolgálat is a gyűjtésből 2 millió forintot az ott lévőknek. Román István a sajtótájékoztatón hozzátette, a kormány is támogatta az érintett önkormányzatokat, amelyek így tudtak a helyieknek is segíteni. A kormány megbízó tudomása szerint ma már senki nincs fedél nélkül. Vereséggel zárult a nyíregyházi kosársuli Diós Győri vendégjáték. A Farkasinszki Gyuláni együttese 76-62-re kikapott a DVTK U23-as csapatától. Az amatőr NB1 zöld csoportjában 9. helyen álló NKS pénteken a 10. Szolnokot fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. A két csapat az elmúlt években rendre nagy csatát vívott egymással, így nem számíthattak könnyű meccsre a nyíregyháziak. Az első negyedben állva hagyta ellenfelét a házigazda, 10 perc játék után 14 ponttal vezetett a DVTK U23-as együttese. A második negyedben 4 pontot ledolgozott hátrányából az NKS, de a fordulás után már nem igazán tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez a kosársuli. A harmadik és negyedik negyedet is 2 ponttal nyert a Diós Győr, így a nyíregyháziak 14 pontos vereséggel távoztak Miskolcról. Sajnos az évben nem sikerült hozni a tavalyit, nem sikerült idegenben meccset nyerünk, az első negyedben szerzett hátrányunkat nem tudtuk ledolgozni, a másik negyed során éppen hogy jöttünk felfelé, de a fél idő után megint elkezdett ellépni a Diós Győr. Sajnos a kulcsembereink nem tudtak olyan játék teljesítmény nyújtani, ami tőlük elvárható lenne, így bízunk benne, hogy a következő mérkőzésen sikerül jobban teljesíteni. Elég nagy nehézséget okoz nekünk főleg idén, amikor ugye vannak olyan játékosunk, akik egyszerre 3 korosztályban szerepelnek, mint például ezen a mérkőzésen is volt. Sajnos minden hétvégén legalább 2 mérkőzés játszanak, ami azért nehezíti a bajnokságban a szereplésünket. Ez látszik is például itt az amatőr női NB1-es szereplésünkön, hogy ezek az emberek nem az elvárható szint szerint teljesítenek. Nyilván nem az a fő feladatuk, hogy ezt a bajnokságot oldják meg, hanem saját korosztályokra próbálunk inkább koncentrálni, ott szerencsére az idejében jönnek is azok az eredmények, amiket szeretnénk továbbra is megtartani. A tabella élén a TFS-e második csapata áll 6 győzelemmel megelőzve az 5-1-es mutatóval rendelkező Szekszárd 2-t és a 4-1-es mérlegű Baját. A nyíregyházi kosársuli 2 győzelemmel és 2 vereséggel a 9. helyen várja a 10. Szolnok vendégjátékát. Szolnok is, mint ugye az évek során kialakult, akár utánpótlás, akár amatőrnői NB1-es csapataink közében, azért ez egy eléggé parázis tészmérkőzésnek szokott nálunk számítani, azért a presztízs az megvan, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is megnyerjük a mérkőzést, kifejezetten ugye hazai pályán, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy a lányok az eheti gyenge szereplés alapján most hétvégén sokkal jobb teljesítményt fognak nyújtani. A nyíregyházi kosársuli Szolnok mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Végrehajtották a megye első válprotézis beültetését a Józsa András Oktató Kórházban. Az eljárásnak köszönhetően traumából eredő és degeneratív betegségek is gyógyíthatók lesznek, valamint megszüntethető a betegek krónikus fájdalma is. Új tükrös táncterem, rendészeti és pályaorientációs szakma bemutató terem is helyet kapott a megújult nyírbátori Bethlen Gábor középiskolában. A tornacsarnok felújítását és a teljes burkolatcserét is magában foglaló, mintegy 300 millió forintos, saját erős beruházást újabb fejlesztésre követhetik. Nyílászáró cserére és további épületenergetikai felújításra is sor kerülhet a jövőben. Immár 16 éve megemlékeznek a Magyar Tudomány ünnepéről. Ennek kapcsán tartottak tudományos konferenciát a Nyíregyházi Egyetemen kedd délután, amelyen ezúttal a felsőoktatási intézmények innovatív, értékteremtő és gazdaságélénkítő szerepén volt a fő hangsúly. Mindenről Sebők Katalin, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnök helyettese tartott előadást. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, november 13-án szerdán, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!
Csütörtök reggelig sok felhő lesz az égen, eső, zápor, szorványosan varú színű. A szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11 Celsius fok között alakul, keletebbre lesz az enyhébb idő. Napközben is változóan, nagy részt erősen felhős lesz az ég, és szorványosan eshet. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 12 és 17 fokot mérhetünk. Pénteken erősen és gyengén felhős tájak is lesznek a ködfoltok feloszlása után, legfeljebb ködszitálás fordul elő néhol. A hétvégén a változóan felhős ég mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, kicsi a csapadék valószínűsége. A jövő héten változékony időre van kilátás.